Jó napot kívánok! Idén Celdömölk adott otthont a 19. Vasvármegyei Könyvtári Napnak. A szakmai tanácskozásra a Kemenesei Művelődési Központ és Könyvtár Móricz Galériájára várták az érdeklődőket október 2-án. A Könyvtáros Hivatás átalakulása 1960-tól napjainkig című szakmai nap a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának közös szervezésében valósult meg. A program keretében Fehér László polgármester és Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd dr. barátné Molnár Mónika, a megyei könyvtár igazgatója mondta el a rendezvényt felvezető gondolatait. Ezután került sor a szakmai előadásokra, melyek sorában elsőként Németh Tibor könyvtárvezető beszélt hivatásáról, az általa szerkesztett magyar életrajzi kalauzról és legrangosabb szakmai kitüntetéseiről. Élethivatása könyvtáros Ugi Jenő hagyatéka címmel Pallósiné dr. Toldi Márta, PhD szociológus, pedagógia szakos könyvtáros tartott előadást, majd dr. Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének távollétében dr. barátné Molnár Mónika igazgató tolmácsolta az elnök gondolatait az Egyesület új céljai, feladatai, célkitűzései tekintetében. Utolsó előadóként dr. Györe Géza, a Pannon Egyetem Humántudományi Kar Digitális Módszertani Intézetének docense beszélt hallgatóságának a Mente Elébb című, a könyvtáros szakmáról szóló háromtételes könyvéről. Az előadások utáni ebéd és kötetlen beszélgetés után a résztvevő könyvtárosok délutáni programként megtekinthették a Nagyboldogasszony templomot, illetve Klampár Tibor világbajnok asztali teniszezővel találkozhattak és játszhattak a Hexum asztali tenisz csarnok pingpong asztalán. Celdömölk város önkormányzata az Építési és Közlekedési Minisztériummal kötött megállapodás alapján új lehetőséget biztosít a város lakosságának, mely során bizonyos regionális járatokat helyi tarifa alapján van mód igénybe venni, bevonva ezzel a helyközi autóbuszjáratokat a helyi személyszállítás szolgáltatásba. A megállapodás tartalmáról Ák Péter országgyűlési képviselő és Fehér László polgármester október 5-én tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Celdömölk önkormányzata a személyszállítási szolgáltatás körében évtizedek óta elkötelezetten biztosít lehetőséget a város lakói számára a helyi buszjáratok igénybevételére. Megkönnyítve ezzel a közlekedést Celdömölk közigazgatási területén. Ennek létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az Izsákfa és Celdömölk közötti távolság, mely kettő városrész közötti közlekedést nagyban megkönnyíti a helyi járat. 2023 nyarán a Kemenesalja Busz Kft.-vel ismételten megkötötte a város a személyszállítási szolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést 2 évre, mely a város költségvetésében éves szinten hozzávetőlegesen 28 millió forintnyi kiadást keletkeztett. Idén új lehetőség nyílott a személyszállítás tekintetében a városvezetés előtt, melynek során az Építési és Közlekedési Minisztériummal kötött megállapodást az önkormányzat. A feltáruló új lehetőségről Ák Péter országgyűlési képviselő, valamint Fehér László Celdömölk polgármestere közösen tájékoztatta a sajtó képviselőit október 5-én csütörtökön. Mindketten örömüket fejezték ki a bővülő szolgáltatás miatt, és reményekkel telve beszéltek a jövőről, bizakodva abban, hogy a kezdeményezés sikeres lesz, és folytatólagos lehet a megállapodás Celdömölk városa, valamint a minisztérium között. A megállapodásban vállalt plusz szolgáltatás éves szinten mintegy 2 millió forintos plusz kiadást jelentene a város költségvetésének terhére. Ebből kifolyólag a szeptember 1-től hatályba lépett megállapodás az év hátra levő részére, azaz szeptember 1-től december 31-ig 569 000 forintos extra kiadás az önkormányzat számára. Tartalma alapján bizonyos, tételesen felsorolt helyközi járatok használatára nyílik lehetősége a celdömölkieknek helyi buszbérletük, valamint vonaljegyük felmutatásával.
Ezáltal többek között Izsákfáról a vasútállomás felé közlekedve hétköznaponként 6. A vasútállomás felől Izsákfára 4, míg a vasútállomásról a Celba irányába 35. Visszafele pedig 32 plusz. A Volánbusz ZRT által működtetett járat igénybevételére van mód a 9 járat felett, melyet helyi szinten biztosít a Kemenes-Alja Busz Kft. Ez egy gyakorlati példát kiemelve azt jelenti, hogy az Ostfi tér környékén élők felszállhatnak valamely a menetrendben megjelölt Sárvár felől érkező járatra. Majd a vasútállomáson átszállva folytathatják útjukat Izsákfa irányába. Nagy könnyebbséget jelenthet ez az idősebb korosztálynak, hiszen ezáltal akár gyalogos közlekedés közbeiktatása nélkül juthatnak el például a Sági utcán megtalálható üzletekbe. A város vezetése reméli, hogy Celdömök lakossága élni fog a lehetőséggel, és igénybe fogják venni a bővülő szolgáltatást. A menetrendi információkról, valamint az érintett szakaszokról és járatszámokról a Volánbusz honlapján tájékozódhatnak. A művelődési központ a jó hagyományainak megfelelően idén sem mulasztotta el az idősek napi műsor megszervezését. Október 3-án kedden a városban működő idős otthonok lakóit köszöntötték rövid műsorral. Október 3-án kedden délelőtt a Celi idősek otthonaiban élő szépkorúakat köszöntötték az Idősek Világnapja alkalmából. A KMKK szervezésében Hajba András és Szkáli Edina csodálatos operettslágerek előadásával tette felejthetetlenné az ünnepet. A felcsendülő örökzöld dallamokat a művészekkel együtt énekelte a hálás közönség. Kora délután aztán a művelődési központ galériáján vette kezdetét a Népjóléti Szolgálat által szervezett idősnapi rendezvény. Itt először Fehér László polgármester, majd Nagy Zoltán igazgató köszöntötte az ünnepelteket. A köszöntők után a délelőtti programokhoz hasonlóan újra Hajba András és Szkáli Edina lépett a képzeletbeli színpadra, hogy a mindenki számára ismert és szeretett operett dallamokkal bűvölje el a szép számú közönséget. Az ünnepelt idős emberek fehér asztal mellett ülve tapsolták és énekelték végig a műsort, majd annak végeztével maguk is táncra perdülhettek a rendezvény további részében a zenés táncos programon. Az idősek napja alkalmából a TVCEL munkatársai is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntik városunk szépkorú lakóit. Az október 1-i idősek világnapjához kapcsolódóan a Cselekvő Összefogással Celdömölkért Egyesület minden évben szórakoztató programmal kedveskedik a szépkorúaknak. Idén, október 6-án invitálták meg az időseket a Kemenes-Aljai Művelődési Központ és Könyvtár Színház termébe. Az idősek napi program kezdetén Fehér László polgármester, a Cselekvő Összefogással Celdömölkért Egyesület vezetője, a rendezvény házigazdája köszöntötte a színháztermet zsufolásig megtöltő közönséget, hangsúlyozva a szépkorú korosztály megbecsülésének fontosságát. A köszöntő gondolatok után az est sztár vendége, a fonogram díjas Péter Schramek foglalta el a színpadot. A szlovákiai származású énekesre Zámbor Jimmy művészete nagy hatással volt, az ő iránti tisztelete miatt tanult meg magyarul, szinte akcentus nélkül. Magyarországon a Rising Star vetélkedőben bejutott a top 12-be, és végül a harmadik helyezést érte el. 2022-ben megnyerte a Csináljuk a Fesztivált című zenés show műsor 7. évadát. A több mint egy órás, jól ismert Zámbó Jimmy nótákkal és népszerű táncdalokkal fűszerezett előadást követően a művelődési központban működő szenior örömtánc csoport fellépése és tombola sorsolás színesítette az idősek napi programot. Az este hátralevő részében az egyesület tagjai vendégül látták a népes közönséget. Yeah.
Az Európai Sporthét programjainak sorába csatlakoztak be a városiskolái. Pénteken 2023 méter futással, valamint sportnappal hívták fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Az egészségünk kincs, melyet ápolni és fenntartani szükséges ahhoz, hogy hosszú és tartalmas életet élhessünk. Megtartásához a megfelelő étkezésen és stresszmentes életen túl létfontosságú a mindennapos mozgás is. Az Európai Bizottság 2015-ben kezdeményezte az Európai Sporthét lebonyolítását, melyet azóta minden év szeptemberének utolsó hetében szerveznek meg tagállamok szerte. A legfontosabb cél a testmozgás népszerűsítése minden korosztály körében, az egészséges életmód követésére bíztatva az uniós polgárokat. Intézmények sora szervez ebben az időszakban sporttal kapcsolatos témanapokat, mely Celldömölkön sincs másképpen. A celldömölki Berzsenyi Dániel gimnáziumban immáron hagyományosnak mondható a közös futás lebonyolítása, melyet idén a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolával karöltve szerveztek meg szeptember 29-én pénteken. A résztvevők 2023 méteres távot teljesíthettek a városban kijelölt útvonalon, mely biztonságos lebonyolításához a celldömölki rendőrkapitányság rendőri felvezetést biztosított a szép számban összegyűlt résztvevők számára. Az esemény végén a mozgás okozta örömön túl a leggyorsabb diákok jutalomban is részesültek az eredményhirdetés során. Mindeközben a celldömölki városi általános iskolában is sportnapra invitálták meg az intézményben tanuló kisdiákokat. A délelőtt folyamán a pedagógusok számtalan programmal készültek, melyek által vidám keretek között mozgathatták meg a gyermekeket. Különleges kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a Kemenesei Művelődési Központ és Könyvtárban. 36 féle papagáj várta a látogatókat szeptember 30-án szombaton. Trópusi hangulat lengte be a Kemenesei Művelődési Központ és Könyvtár termeit szeptember 30-án szombaton. Papagáj kiállítás érkezett városunkba, melynek keretein belül 36 féle különleges madarat tekinthettek meg az érdeklődők. A kiállítás szervezői korábban hobbigyűjtők voltak. Ebből az apropóból született meg a kiállítás ötlete, mellyel immáron 10 éve járják az országot. Papagájaik közt megtalálhatók igazán különleges fajták is, melyeket nehéz beszerezni. Az Amazon és Jákó papagájok igazi kuriózumnak számítanak, hiszen kellő odafigyeléssel beszélni is megtanulhatnak, melyet ez alkalommal tartójuk be is mutatott a nagy közönség számára. A szervezőknek a legfontosabb mondat, melyet a látogatók szájából hallhatnak, a következő. Ilyet még sosem láttam. Ebből tudják, hogy egyedi és életre szóló élményt adtak át a kiállításon résztvevők számára. Hírmagazinunk véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak. Adásunkat többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is a képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs sávról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán legújabb és korábbi híranyagainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!